Jó estét kívánok! Elnézést kérünk a várakoztatásért. A ma esti vendégünk Zoltán Gábor, akit elsősorban az Orgia című regények kapcsán látom most vendégül, de majd a készülő regényre is fel fogunk térni a végén, vagy a felolvasás második részében. És azt beszéltük meg, hogy először az Orgia című regényből, hogyha valaki nem ismerné, először a tőle olvasnak fel Gábort, és aztán majd folytatjuk mással. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Huszonnegyedikén fedélyük se néznek. Nem hozzák fel nekik a szokásos kenyeret és vizet, nem engedik ki őket a vécére, rendnert se szólítják munkára. Az ablak marad elsötétítve, szellőztetés nincs. Az öreg ügyvéd bírja legrosszabbul, ő szánja el magát kopogásra, azután dörömbölésre. Van az az állapot, amikor az ember inkább főbelöveti magát, mint hogy bepisíljen. Akár az agyonverést is vállalja. Feljönnek hozzájuk. A szükségüket elvégezhetik. Vizet hörpölhetnek a csapról. Tisztálkodásról szó se lehet. Renner bánhatja, hogy amikor még kín járt, nem kepesztett érte. Robi nem mutatkozik. Déltáján nemzetes asszony ad be kenyeret és vizet. Utána sokáig semmi. Az utca felől személy és teherautók indulását, érkezését lehet hallani. Távolabbról időnként ágyúzást, olykor elég sűrűn, aztán időről időre csönd áll be. Mintha igazán karácsony volna. Elnyúlnak ágyakon és szőnyegeken, alig mozdulnak. Órák telnek el úgy, hogy senki se szólal meg. Renner a borostáját simogatja, már megint be van nőve a képe. Ilyenkor a legrövidebbek a napok, bölcselkedik a rádiókereskedő. És ez most mégis milyen hosszú. Ez a fordulat ideje, suttogja később a textiles. Innentől mindenképp több lesz a fény. De milyen fény? Ki tudja? Jövés-menés, széktologatás hallatszik fel hozzájuk. Kiabálások, sikoltások nem vegyülnek bele. Azután egy percre minden elcsöndesedik. A lélegzetüket visszafolytják. Légiér zene áramlik feléjük odalentről. Megfoghatatlan tisztaság az egyszerű fatestekből, a pendülő úrokból. Rennernek beugrik. A 12 ker mandolin zenekara. A bevezető ütemek után, amit a nagyon hatás véget ismétléssel tanított be Horváth Zoltán, magányos hegedű szárnyal a világ felé. Páter Kuhn! Merészen kitárulkozó érzelmességgel, akadályt nem ismerő erővel játszik. Schubert, suttogja az egyik fogoly, az Ave Mária. A zenemű elhangzását követően semmelyikük sem szólal meg. Ahogy odalent is, jókora késedelemmel tör fel a taps és az éjjelzés. Azután kamarazenei blokk következik, zongora és mandolin, mandolin és hegedű, hegedű és zongora kettőség. Végül énekszámok, zongora és mandolin kísérettel. Az utolsó taps után, ami kevésbé heves, mint a legelső volt, másféle zajok szűrődnek föl. Széktologatás, edénycsörgés, később egy-egy jókedvű rikoltás. Esznek. Fentről figyelve valószerűtlenül soká tart már a koncert is, még tovább az eszeniszon. És felfoghatatlanul népesnek tűnik a lakoma. Képviseltetve van mindkét nem, minden korosztály. Nem csak kamaszok kiáltása hallatszik fel, hanem gyerekek önfelett kacagása és babák rívása, öreg emberek köhögése. Jóval később nótára fakad a lenti gyülekezet. Először harcos indulókkal sodortatják magukat, aztán ismert slágerekkel, majd végül és leghosszabban magyar nóták, slábfalusi énekek szárnyán lebegnek. Egy-egy ismerős hang néha kiemelkedik a karból. Renner felismerni véli az idősebbik fehérhegyi fakó reket hangját, Ráki éles tenorját, Szabó Jenő Kaján baritonját. Közben egyre másra hallani autók és teherautók indulását és érkezését. A nótázás hirtelen szakad félbe, és trófa közepén. csönd áll be, mintha lepisszegte volna valaki az ünneplőket, és áhítatra vezényelte volna. Legalább egy szelet kenyér erejéig, ha rólunk is megemlékeznének. El vagyunk felejtve. Kiabálás, másféle, mint a korábbiak, pincétől a padlásig bejárja a házat. Sok ne, és kérem szépen, és most azonnal a kurva istenit, ilyenek. Sikoltozás a folyósókon és a kert felől. Ne kajabálj már, szemét volt jó. Rövid idő múlva lövések. Megint kiabálás és megint lövések. Sokáig kavargó visszhangok. Azután ugyanúgy, harmadszor. Majd döngeni kezd a manzár lépcsője, zörögni a kulcsomó. Renner, gyere te, nagy faszú. A fogolytársak kérik, hogy vécére mehessenek, mert már megint nagyon kell. Lekussolják őket. Az ajtót rájuk csapják, és bezárják. Viszont olyan kapkodva, hogy az ajtó nyitva marad, a zár nyelve mellé megy. Rennert a kertbe lökik. Sötétedik, de még lehet látni. Csípa hideg. A kabátját nem hozhatta, de cipő nincs rajta. Oda tuszkolják 4 másik férfi közé. Az épület felől többen nyilasok. Mind fegyvert szegezve állnak. A két megadja, a két bokor. Robi nincs ott. Bokornyi, Réti is ott van. Nincs se Dési, se Vigra, se a Páter. A nemzeti ítélőszéke előtt álltok, kiabálja feléjük Bokordénes. Az ő kezében egy egészen szokatlan formájú géppisztoly, mintha kamember sajtos dobozt vigyeztett volna valaki, ráadásul keresztben a cső alá. Kész az ítélet, de nem mi ítélünk felületek, hanem ti magatok. Választhatjátok a harcosok útját. Szembeszállni a barbár hordákkal, amik a közvetlen közelünkbe értek. Kaphattok puskát a kezetekbe, hőssé válhattok a fegyveres nemzetszolgálat légiójában. Ha ezt választjátok, minden korábbi bűnötök ellészen felejtve. Renner oldalpillantással meggyőződik róla, hogy ketten állnak mellette. A postás, a fenyőfákat hozó katona és 2 másik fiatal ember, akikkel még nem találkozott. Verések nyomait viselik. Azon túl milyen az arcuk? Figyelmes. Az egyiknek a szája határozottan mosolyra áll. Hogy ezeket lássa, Rendernek még előre is kell hajolnia egy csöppet. Találkozik a tekintete a postáséval. Nézdegél az is, pillantgat. Ilyen kíváncsiak vagyunk, állapítja meg Renner. Mert még sose végeztek ki minket. A teraszon lányok vihognak, Fehérhegyi Katalin, a sipos lányok és a juhász lányok. Várják a lövéseket. Ketten kenyeret majszolnak. A nőknek milyen volt? Ők hogy álltak itt? Mert mikor még fennbubasztott a manzárban, Renner terészt is hallani vélte, ahogy kegyelemért rimánkodik. Olyan egymás mellé állították őket irénnel, és hová kapták a golyót? A mellükbe? A fejükbe? Jó nekik. Túl vannak rajta. Nem kell ezekkel a boldog nyilasokkal szemben állniuk. Nem kell a péksegéd szózatát hallgatniuk. Megértjük, ha féltek az oroszok golyóitól, de mindig mindent nem lehet megúszni. Ha nem éltek a lehetőséggel, itt és most véget ér az életetek. Kíváncsiak vagytok, hogyan? Megnézhetitek. Hátra arc! Renner lába nem mozdul. A térde, nem, az egész láb. Minden meg van merevedve deréktól lefelé. Erőltetni kell a helyzetváltoztatást. Attól fél összeesik. Többi is dülöngél, ahogy lép előre oldalt, az össze-vissza rögökön, egymásnak ütődnek, tántorognak. Lehet most fognak lőni, mert hátba akarnak lőni. Ehelyett egy alak melléjük lép zseblámpával, hogy jól lássanak, világít nekik lefelé. A gödörben emberek. Renner alatt Klári, a festőnő. Melbelőtték. Piros a kombiné, fényes, friss a vér. A fia is ott van, lába az anyja alatt. Nyakon lőtték Tamást. 2 kezel sebre szorítva, a szeme nagyra nyitva. Mások is hevernek ott, legalább 10. Egyik se Teréz, egyik se Irén. Őket élve hagyták, elhenni nem lehet. A zseblámpa fénye föl lejár. Kapkodva pásztáz, megállapodik egyik-másik arcon. Van, amelyik csak profilból látható. Eleve férfi a legtöbb. Nincsenek köztük az ő női. Na, most forduljatok meg! Sikerült dönteni? Beálltok a légióba? Jó, de szeretnék előbb hazamenni tiszta ruháért, és szólni a feleségemnek, hogy élek, feleli a postás. Mikor ott tart, hogy hazamenni, Bokor megemeli a fura fegyvert. a fegyver kerepel. Az első golyó rendel és a postás között megy el, a második és a harmadik testbe talál. Amikor a postás azt mondja, hogy élek, már megrodjan. Renner akaratlanul elkapja a fejét. A lövések dörejét ide-oda dobálja a Kisvábhegy és a Rózsadomb. A Kisvábhegyről visszaverődő hullámok előbb érnek vissza a gödörhöz, mint a Rózsadomb által visszavertek. A visszhanglöketek nem állnak meg a hangforrásánál, mennek tovább, körbe táncolják a völgyet. Örökké valóságig táncolnak majd ugyanúgy a lövések. A postás nem esik be a gödörbe. A földhányáson rángatózik Renner és egy másik közt. Tiszta ruháért szólni a feleségemnek. A postás nem mentett zsidót, nem falta a nőket, nem számított katonaszökevénynek. Máshogy hívta ki maga ellen a végzetet, mint Renner. Ha hinni lehet annak, amit a fogságban elmondott, egy mondat volt a vétke, reggel a postahivatalban. Kollégák, tudja valaki, milyen árfolyamon váltják ma a pengőt rubenre? Voltak a helyiségben 5-6-an, nevettek mind. Az egyikük feljelentette. Fiatal feleség, 2 kisgyerek várja otthon. A feleség feltételezhetően szereti a humorát, hozzá sem ment volna, ha humortalan, és a gyerekeket is biztos jól meg tudta nevettetni. Még valaki? Helyes. E perctől a fegyveres nemzetszolgálat tagjai vagytok. Köszönöm szépen. Ugye a regényben 1944 végén 45 elején járunk. Budapesten a nyilvasok kezében van a hatalom. A regény végén van 2 írói megjegyzés. És ebben van egy-egy utalás arra is, hogy honnan indult, vagy lehetett az indítatás, illetve hogy forrásokat is nézti rá. Kezdjük sorban, hol indult számomra ez a történet? Gondolom, hogy a regényírás előtt jóval. És miért? Mi volt az indítatás? Hát... én még tanultam marxizmus-leninizmust, és nem volt éppen kellemes, de az ember minden stúdiumból megőrizhet valami hasznosat. Marxnak volt egy kifejezése az angol polgári forradalom utáni helyzetre, ami a kapitalizmus létrejöttében nagyon fontos szerepet játszott, hogy létrejött a kettős értelemben szabad parasztság. Szabadok voltak, mert hogy már nem voltak jobbágyok, felszabadultak, másrészt viszont földjük se volt, meg munkájuk se volt, tehát mehettek a gyárakba dolgozni. És ez jutott eszembe, hogy én is hát így kettős értelemben szabaddá váltam, tehát korábbi munkám véget ért, nem összefüggések nélkül az ország változásaival, és nem csak szabadidőt nyertem ezáltal, hanem el is szabadultam, tehát hogy egy csomó gátlás, ami addig kötött, az nem kötött többé. Ráadásul olyan helyzetben voltam, korábban sikeres, aztán kevésbé sikeres szövegek írójaként, hogy egyáltalán nem lehetett biztosra venni, hogy amit még írok, az megjelenik. Ebben az időszakban talán nem árulok el titkot, a legtöbb magyar könyvkiadó csődbe ment, folyóiratok szűntek meg, tehát a publikálás lehetőségei egyszerűen hát korlátozottabbá váltak, nem csak nekem, hanem mindenkinek. És a kevesebb megjelenési lehetőséggel ugyanannyi író próbált osztozni meglehetősen fájdalmasan. Tehát, hogy ez is egy oka, hogy nem lehettem abban biztos, hogy amit hát csinálok, az közönség elé kerül. Így aztán nem is kellett senkinek az ízléséhez igazodnom, tehát nem volt konkrétan szerkesztőm, kiadóm, hanem úgy írhattam, ahogy szükségesnek látom. Viszont ez nem is volt olyan egyszerű, mert ugye belebonyolódtam ebbe a témába, tehát a közvetlen lakókörnyezetemben néhány évtizeddel korábban végbe ment eseményekbe, és elkezdtem ennek utána járni. És azért ez nem olyan volt, amit a meglevő írói eszközeimmel csak úgy hip-hop és könnyedén meg tudtam írni. Tehát, hogy akkor jött egy küszködés, és az is kiderült, hogy még mindig nem vagyok elég szabad. Tehát nyelvileg még nem tudom megragadni azt, amiről beszélni szeretnék. Például nem tudom, hogy beszélnek ezek az emberek. Nem tudom, hogy beszél valaki, akit éppen kiragadnak az otthonából, és azzal fenyegetik, hogy viszik a Dunába, lövik, hogy el kell árulnia, hogy ki bújtatta, hogy ki a hamis papírokkal. Nem tudom, hogy beszélnek azok az emberek, akik ezt csinálják. És ez nem is látszott lehetségesnek, hogy ehhez közel férkőzhetek. Mert hiszen jól érthető okokból nem készültek például hangfelvételek ezekről a jelenetekről. De aztán idővel sok-sok jegyzőkönyv, újságcikk visszaemlékezése, olvasása után egy kicsit elkezdtem hallani ezekből a szövegekből. Már egészen váratlanul. És akkor értettem meg, hogy nagyon sok minden, amit én addig gondoltam arról, hogy hogyan kell írni, hogyan kell egymás mellé rakni a szavakat, az ehhez nem jó, nem alkalmas. Csak egyetlen mérce van, hogy meg kell próbálnom közelférkőznöm azokhoz az emberekhez, akik akkor és ott beszéltek. Teljesen nem lehet, de amennyire csak lehet közelférkőzni. 7 évtizeddel ezelőtt ott élő, mozgó emberek szavaihoz, hangjukhoz, és ezt valahogy érzékletesen a mai magyar olvasóhoz eljuttatni. Csak ez a feladatom, tehát, hogy nyelvhelyesség, szórakoztatás, mit tudom én, mi lehetne még szempont, az nem szabad, hogy szempont legyen. Erre nagyon sokat kérdezni, hogy az hogy megy, hogy átnézzel rengeteg forrás, nagyon szakirodalmat, meg más egyéb dokumentumokat is. Egyébként a dokumentumokhoz hogy fértél hozzá? Hát... Amikor elkezdtem gyűjteni az anyagot, akkor kiderült, hogy nincs. Tehát, hogy például nincs egy monográfia erről. A legalaposabb és legjobb könyv, ami akkor rendelkezésre állt, egyáltalán a korszakról, vagy az eseményekről, az Ungvári Krisztiánnak a többször kiadott, folyamatosan frissített monográfiája, a Budapest ostroma. Tehát, hogy ő egy óriási munkát végzett el, viszont konkrétan azokról az eseményekről, ott, arról a helyszínről, az nekem kevés volt. Mint a Városmajor. Igen, igen. Vagy egyáltalán kik voltak azok a nyilasok, akik ott tevékenykedtek, meg kik voltak az áldozataik. Mit lehet róluk tudni? Hogy folytatódott aztán az élete azoknak, akik hát ott maradtak már, mint hogy életben maradtak, és nem mentek el máshol. És fölvettem vele a kapcsolatot, és megírta, hogy annyi van, amennyi a könyvében van, semmivel se több, és máshogy se volt. Viszont az ő könyve is jó példa erre, meg a hasonló komoly történészi munkák, hogy vannak forrás megjelölések, hogy ezt és ezt itt és itt lehet megtalálni levéltárakban. És akkor derült ki, hogy el lehet menni a levéltárakba, és ott... Hát ez nem teljesen könnyű, hogy bemegyek, kikérem az anyagot, és már azonnal meg is kapom, tehát hogy azért egy kicsit küzdeni kellett, de megkaptam egy idő után, És akkor, hát mit lehet látni elsősorban, ezek penanyagok, tehát hogy vallomások, áldozatok vallomásai, tanúk vallomásai, és hát az eljárás alá vontak, a gyanúsítottak vallomásai, tárgyalási jegyzőkönyvek. Hát ezzel párhuzamosan meg a kor sajtóját is olvastam. És akkor itt nem megkerülhető, hogy ez rettenetes igénybevétel volt. Tehát, hogy most maradjunk nem a jegyzőkönyveknél, hanem a kor sajtójának olvasásánál, hogy az írtózatos kézbe venni egy 30-as évekbeli magyar újságot, vagy pláne egy 40-es években. Tehát a kegyetlenségnek egy olyan kiáradása, ami hát nekem elképzelhetetlen volt, és azt megtapasztalni irtózatos. És akkor itt jegyzem meg egészen halkan, hogy annál irtózatosabb, hogy a kor magyar sajtója, tehát hogy a rendszerváltástól folyamatosan tulajdonképpen a 2010-es évekig, az egyre több olyan elemet produkál, ami hát annak visszhangja, ami a 30-as években és a 40-es években a sajtóban megjelent. Tehát, hogy annál rosszabb azt a sajtót olvasni, hogy tulajdonképpen az már bizonyos mértékig a mai sajtótermékekben is, vagy akár az interneten, hát ott van. És ugye, hát akkor ezek az említett jegyzőkönyvek, hát ez sokáig tartott, amíg megtanultam kezelni őket. Tehát, hogy azért nem minden igaz, amit elmondott egy tanú, vagy egy áldozat a vallomásában, vagy érthető okokból az se, amit az eljárás alá vontak, tehát a gyanúsítottak mondanak. Hát tulajdonképpen mindenki hazudik, vagy a hazugságokkal jól elkeverve van ott az igazság. Én azt gondoltam, hogy ugye korábban rendező voltam, meg dramaturg, hogy a hiteles megszólalást jó eséllyel el tudom választani a nem hitelestől. Ez valamennyire igaz volt, valamennyire nem. Tehát mondok egy példát, visszatérve ahhoz is, hogy eljutni a nyelvhez, hogy egyszer volt egy embernek egy vallomása, hogy vele mi történt a Városmajor utcai nyilasházban, hogyan vallatták, hogyan töltötte a napjait a fogdában, hogyan szabadult ki, és ott felidéződött egy mondat, hogy az a nyilas parancsnok, aki a kihallgatást vezette, az azt mondta ott a más nyilasoknak, hogy ezt az illetőt, ezt vetköztessék le, nézzék meg a nemi szervét, és majd abból meglátják, hogy igaz-e, amit mond, nevezetesen, hogy ő egy keresztény, és hát, hogyha netán zsidó, akkor történjék vele, aminek történnie kell. És nem találtam a szavakat, hogy pontosan mi hangzott el, mert hogy ugye az nyilvánvaló volt, hogy ez egy kihallgatáson mondja el a dolgokat, néhány hónappal az események után. Esetleg egy gépíró kisasszony jegyzeteli le, talán már neki is gátlásai vannak, talán a kisasszony se azt írja le, amit ő mondott, nem stimmeltek a szavak. És nem túlzok, hónapokig, évekig kerestem, hogy mi a csodát mondhatott el ez az ember. És erről még írtam is, tehát hogy hogyan épül fel az a mondat, ami ott nem volt leírva. És aztán egyszer csak fölébredt bennem a gyanú, hogy az egész hazugság. Tehát amit ő aztán a későbbiekben elmond, az az cáfolja az ő történetét. Ő nem mehetett végig ezen a folyamaton így, nem élhette ezt a dolgot túl, ahogy elmondta, és semmit, tehát egyetlen szót se használtam fel, se a történetéből, se abból, ahogy ő felidézte a dolgot, és lehetséges, hogy ez azért volt, azért töltöttem ilyen sok-sok időt fölöslegesen az ő mondataival, mert a hamisság, a hazugság, az végül is valahogy kiérződött belőle, nem tudom. És akkor az, ahogy magát a nyelvet megtaláltad, ami meg lehetett írni a regény, az akkor nem is lehetett egy előre elhatározott nyelv megforma. Vagy az, hogy rövid, egyszerű mondatokat írsz, az, hogy a szöveg darabokból épített föl. Ez elhatározott, vagy ez közben alakult ki? Közben alakult ki. Nagyon sok összetevője van. Az egyik az az, hogy tényleg mindent le akartam bontani, ami a történet és az olvasó között van. Tehát az nem szempont, hogy én most megmutassam, hogy tudok én szépen is írni. Nem kell szépen írni, tehát írjon szépen, aki az iskolában fogalmazás órán van. Nekem, ezt már mondtam, tehát ez most önismétlés, de ismételgetni is kell mániákusan a dolgokat, tehát hogy csak a történést kell elmondanom, csak az élményt kell átadnom. És ha csúnya a mondat, csúnya. És hát én emlékszem arra is, hogy régen vezettek olyan szempontok, hogy mondjuk legyen változatos ritmusa a szövegnek. Tehát, hogy néha rövid mondatok, aztán jönnek hosszúak, meg nagyon hosszúak. Hát lássa az olvasó, hogy tudok én szép hosszú mondatokat írni, nem felejtem el a végére, hogy mi volt az elején. De ez nem visz közelebb az élményhez. És személyes élmények vagy szülők lebeszélései, nagybácsi, rokonok segítettek, vagy nem voltak ilyenek? Persze, tehát az egész innen indul, hogy miközben alapvetően az embernek nem voltak ismeretei, nem voltam beavatva ezekből a dolgokban. Tehát a sok elhallgatás közben azért átszürem lettek mégiscsak információk. Hát mondjuk a kulcs szó, elvitték. Nem csak 44-ben vihették el az embert, hanem az 50-es években is elvihették, de bizonyos értelemben ez ugyanaz, tehát hogy az ember magára csukhatja a lakássajtót, de jöhetnek emberek és elkezdhetnek dörömbölni rajta, és ki kell nyitni, és lehetséges, hogy az ember kirángatják onnan, és elviszik. Ez megvolt. És ez a sok történet és történet alapka, amiből felépül a regény, nagyon sok szörnyűséget tartalmaz, egészen konkrétan, egészen részletesen, logikusan leírva. Nem volt az a félelem benned esetleg, hogy ez túl sok lehet, vagy hogy megcsömörlik egy idő után az olvasó? Hát ezeket próbáltam leépíteni. Tehát, hogy ez most engem nem érdekel. Egyébként, tehát, hogy ez persze, nyilvánvalóan van, hogy valaki nem tudja elolvasni. Tehát, hogy ez megtörtént emberekkel, és az is igaz, hogy vannak akik, tehát, hogy elolvassák, és nagyon nagy megpróbáltatást jelent számukra. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, tehát az egyik az az, hogy egy fiatal író, Mándy, többször is ott lézengett ezeknek a 12. kerületi nyilasoknak az útjában. Tehát, hogy ő akkor katonaszökevény volt, és kórházakban dekkolt. És razziáztak ott, ahol ő hát szimulánsként, aztán egyre inkább tényleg beteg emberként az idejét töltötte, és akkor megijedt, az apja átvitte egy másik kórházba, oda is utána mentek, nem konkrétan ő utána, hanem sorra jött az a hely is, és mellőle vitték el az embereket kivégezni. Tehát, hogy abszolút ott volt a sűrűjében, és néha kimerészkedett a kórházból, mert az apja megkérte, hogy vigyen be a gettóba, vagy a védett házakba valamilyen csomagot, és akkor összeszedte a bátorságát, és megcsinálta. De utána erről meglehetősen keveset írt. És meg tudta volna írni, mert jó író, tehetséges író. De nem írta meg, és azt hiszem, hogy azért, mert az az esztétika, amire egy még oly tehetséges és művelt író ki volt képezve, az megakadályozta, hogy azt megírja, ami a szeme előtt lezajlott egyrészt, másrészt pedig a közönség, talán ez volt a fontosabb, nem igazán igényelte azt az élesebb fajta beszámolót. Úgyhogy se más, se ő nem ment túl egy bizonyos határon. Na most valószínűleg nagyon sokan lennének, akik azt mondják, hogy az úgy teljesen rendben volt, hogy nem mentek túl egy bizonyos határon, és most se kellett volna. Én ezt tudom, hogy ezt lehet így gondolni. Viszont más valami nagyon is korlátozott, és állandóan ott lebegett előttem, hogy valóságos emberek történeteit kezdtem el megírni. Miért? Azért, mert rájöttem, hogy ilyet nem lehet kitalálni. Tehát, hogy meg kell próbálni valahogy összerakni és közönség elé vinni azokat a történeteket, amikbe beleütköztem. Szóval valóságos emberek, és nem hazudhatok, meg nem torzíthatok. Hogyha mondjuk valakit elkövetőként összefüggésbe hozok egy történéssel, akkor a lehető legnagyobb mértékben be kell tudnom bizonyítani, hogy az megtörtént. Tehát, ha ott állok a bíróság előtt, akkor legyen mire hivatkoznom. Ezért nagyon sok mindent, ami olyan jól elbeszélhető rémség lett volna, én nem írtam meg. Tehát, és azt hiszem, hogy ezt teljesen jól tettem. A számon kérhetőség az nagyon fontos. És ott voltak sejthetően vagy valóságosan az áldozatok. Az áldozatok, ha még élnek, vagy a leszármazottaik. És attól nagyon féltem, hogy őket megbántom, őket nehéz helyzetbe hozom. Na most ez egy teljesen valóságos dolog, tehát, hogy tegnap hívott fel egy idős hölgy, teljesen ismeretlenül, és ő a főszereplőnek a lánya. Természetesen nem beazonosítható, neki valahogy feltűnt, hogy van ez a könyv, és elolvasta, és hát a hideg kilelte közben. És én aggódva készülök a találkozásra, mert hogy fogunk találkozni, hogy nem bántottam-e meg valamivel, valahogyan. Úgy tűnik, hogy talán nem, de tehát, hogy ez bele volt kalkulálva a dolgokba, hogy előfordulhat, hogy ott van, tehát, hogy ő egy 3 éves kislány, az apjáról, a szüleiről írok, ő is feltűnik benne. Na és hát, hogyha majd találkozunk. És ez azt is jelenti, hogy az áldozatokat más néven, nem az eredeti néven szerepeltetted. A nyilasok vannak az eredeti néven a regényben. Igen. Hogy a történetekből azok olyan valóságosak, hogy abból felismerhető valaki, hogy az az ő, vagy éppen az ő szüleinek a története. Mert itt nem egyszerűen az volt, hogy megfogták az embert és megölték. Az mondjuk egy tiszta ügy lenne. Viszonylag. De itt az volt, hogy szisztematikusan hát a személyiségüket szedték szét, megalázták őket nagyon változatos módokon. És akár él ő, vagy a gyereke, vagy az unokája, tehát hogy azt a megaláztatást, azt én nem akartam még egyszer. Tehát, hogy mondjuk legyen egy XY, és akkor az XY unokája elolvassa, hogy, hogy a nagymamájának mondjuk le kellett vetkőznie. Nem is folytatom. És arról lehet tudni, hogy miért pont a 12. kerület? Tehát, hogy annyira sok... Miért pont ott telepettek, vagy sokan ott szerettek volna magunk házat szerezni, ez is kiderül a regényből? Hát igen, ez egy kérdés volt, ami megfogalmazódott bennem közben, tehát hogy én ezt nem tudtam ottani lakosként, és ma se sokan tudják, hogy az egész Magyarország nyilasságának az egyik központjáról van szó. Tehát mondjuk vannak területek az országban, ahol hát sokkal kevésbé voltak jelen, vagy voltak fontosak a nyilasok. És Budapesten is vannak kerületek, vagy a legtöbb hely olyan, ahol nem volt ilyen erős a szervezettség. Tehát sokan a nyilas vezetők közül ott laktak, vagy ott voltak kapcsolatai. Na most mindent nem fogok tudni most itt felsorolni az összes körülmények közül, de csak néhányat, hogy a munkásság között köreiben nagyon erősen jelen voltak, és ott nagyon fontos gyárak voltak abban az időben. Például a híres MOM, Magyar Optikai Művek, a Ganz, és ezekben a gyárakban akkorra nagyon sok nyilas pártag volt. Az egészségügyi intézmények érdekes módon hihetetlenül nagy arányban voltak nyilasok az orvosoktól, az ápolókon át, a kertészekig. Nem mindenhol, például de tényleg nagyon sok kórház van, és nagyon nagyok, és nagyon híresek. Például ott volt egy helyőrségi kórház, abban alig voltak nyilasok, és az egy ellenállási hóc volt. Ott rejtettek embereket. De hát bizony nem ez volt a helyzet a Szent János Kórházban, mondjuk. És a közlekedési intézményekben is sokan voltak nyilasok, tehát a Beszkárton, ami a városi közlekedési cég, ott különösen sokan, és annak volt is ott egy telephelye. És akkor ott nem csak azt kell elképzelni, hogy a villamos vezetők és kalauzok között nagyon sok nyilas volt, és a lakótelep tele volt velük, hanem érdekes módon a Beszkárt vezetésében is nagyon fontos nyilas személyek voltak. Tehát a főszervező egyik főszervező egy ottani főmérnök volt. És hát a művészek, az írók. Tehát, hogy ők aztán jól oda tették magukat. Nekem nagyon érdekes élmény volt, hogy miközben kutattam az országos levéltárban, egyszer csak rábukkantam az egyik nyilas párttagra, aki az országos levéltárban dolgozott. de nem egyszerű kis levéltáros volt, hanem főlevéltáros. A maga szakterületének egyik legnagyobb tudósa. Ő volt ugyanis a Dózsa felkelés mindmáig meghatározó kutatója és történetének megírója. Tehát itt nagyon komoly értelmiségiek fáradoztak azon, hogy a mozgalom hát, lábra kapjon, gyökeret verjen, és hát évekbe telt, amíg hát, ez a vetés szépen szárba szökkent. És miközben nézted ezeket a forrásokat, meg találkoztál a konkrét történetekkel, aközben sikerült megérteni valamit a nyilasok oldalányról is? Igen. Mert hogy ott nyilván az érzelmek, az indulatok először ezeket elvetik az ember előtt, tehát hogy ezt félre kell tenni, mégis mi mozgatta őket, mi van mögötte, mi volt ez az elvakultság, ez őrület, ez az elvakultság, amit is megnyilvánul. Ott vannak már pár száz méterrel vagy egy kilométerrel az oroszok, de még azon gondolkodnak, hogy most ki kéne a lezredesnek kinevezni, meg hogy kellene még zsidókat, vagy éppen a frontról megszökött embereket összevadászni, vagy éppen a kórházba bemenni és ott legyilkolni az ott találtakat. Nem is folytatom a példákat. Ez hogy sikerült, vagy mire jöttél rá, sikerült valamire rájönni ebben a megértési folyamatban? Hát nem egy kulcs van ehhez, hanem nagyon sok. De a dolog lebontva az egyes emberre és általánosságban érthető. Tehát azzal magunkat is mentegetjük, hogyha azt mondjuk, hogy felfoghatatlan, érthetetlen, borzalmas. Nem. Megismerhető, felfogható. Az egyik jellegzetessége a nyilasok mozgalmának olyasmi, ami egyáltalán nem egyedülálló, mert hogy nagyjából hasonlóan működtek a kommunisták is. Hogy úgy találták, hogy a társadalom nem jól van berendezve, és javítani kéne rajta. És már nagyon sokan próbálták, hogy megjavítsák itt-ott, hogy az igazságtalanságokat, a nyilvánvaló igazságtalanságokat megszüntessék, és fölemeljék a szegényeket. És hogy ez nem ment, hát biztos azért nem ment, mert vannak hatalmas erők, amelyek gátolják a jobbító szándékot. Hát akkor azokat el kell söpörni, hogy a kicsik, a gyengék megkapják azt a lehetőséget, ami mindenkinek kiáll. Vagyis egyszerűen szólva ők meg akarták javítani a világot. Radikálisan meg akarták javítani. Jót akartak. És ez a jó akarás, ez aztán elég messzire vitte őket. Tehát, hogy például mindent össztársadalmi, nemzeti keretek között néztek, és azt mondták, hogy az nem jó a nemzetnek, hogyha a párok nem hoznak létre gyerekeket, és ezért az éveken át terméketlen házasságok felbonthatónak, sőt felbontandónak minősültek. Hogyha valakinek tüdőbeteg, vagy más hasonló betegségben szenvedő házastársa volt, vagy szenvedélybeteg, azt is szorgalmazták, hogy akkor váljanak el, tehát hogy az ilyen beteg az ugyanúgy a társadalomnak selejtje és hát a boldogulásnak gátja, mint hogyha mondjuk zsidó lenne, tehát hogy ezeket ki kell söpörni, és az egészséges egyedeket pároztatni kell, és ők szaporodjanak tovább, mert erre van szüksége a nemzetnek. Na most, hát világos, hogy ez egyrészt igaz. Másrészt viszont, tehát, hogy itt már azért eléggé vastagon benne vagyunk abban, hogy az egyes ember élete, a lelke, ha szabad ezt a szót használni, az nem számít. Azon túl lehet lépni. Tehát, hogy itt a mostani, az újabb könyvemben próbálok ennek a végére járni. Tehát, hogy itt tulajdonképpen a keresztény európai hagyományból való kilépésről volt szó. És a korszak kapcsán szokták emlegetni a fajelméletet, a faj fogalmát. Tehát, hogy nem az egyénnek a lelke számít, hanem a faj üdve. A nemzet az a fajnak a része tulajdonképpen. Tehát, hogy nagyon jól átélhető és megmagyarázható dolgokban hittek. És ennek sok racionális alapja volt. A sok-sok racionális kis lépésen át eljutottak egy olyan fajta hithez, ami már tényleg egy vallásos hit volt. Megtapasztalták, hogy a hit hegyeket mozgat, mert hogy ők tényleg elértek eredményeket. Először a saját kis életükben, tehát hogy olyan emberek, akik szerencsétlenek voltak, akik nem találták a helyüket. Itt egy kulcs szó a gyökértelenség. Nagyon sokan voltak gyökértelenek így vagy úgy. Tehát, hogy közösségre találtak. Nagyon sokban segítették egymást. Még akkor is, amikor, vagy már akkor is, amikor ellenzékbe voltak, és kőkeményen elnyomta őket a horthy rendszer. Majd utána azokban a hónapokban, amikor a hatalom közelébe kerültek, akkor hát az volt a csodák éve számukra. Látták, hogy mennek előre a dolgok. Úgyhogy tényleg azt hitték, hogy egy boldog új korszak hajnalán állnak. És akkor ez azt is jelenti, hogy ezek az emberek tényleg, amit meg lehet tudni a legjobból, most nagyon sokra gondolok, ugye teljesen hétköznapi emberek, hogy van egy struktúra, egy társadalmi berendezkedés, valamilyen közösség, esetleg még személyiségzavarok is, identitás problémák, gyökértelenség, hogy ezek úgy belesorolhatnak bárkit. Ebben. Bárkit, igen, ezt én aláírom. Tehát, hogy egyszer csak arra jöttem rá, hogy nem is az az érvényes kérdés, hogy mitől lehet valakiből nyilas, hanem hogy mi az, ami valakinél lehetetlenné teszi azt, hogy nyilas legyen. Előbb-utóbb mindig eljutunk ezekhez a kísérleti pszichológiai kísérletekhez, és akkor bejön Mőkremeyer Zimbardo, a két kísérletező, leghíresebb kísérletező pszichológus neve, tehát hogy ezt biztos ismerik. Tehát, hogy például rosszul válaszoló kísérleti alanyokat büntetni lehet áramütéssel, és akkor egy idő után lehet fokozni az áramütéseket. És természetesen nem akkora áramütéseket adtak a valóságos vezetékükben a delikvenseknek, amit hihetett a kísérletben résztvevő, hát lebonyolító szerepbe beosztott ember. Egyszer csak eljutottak oda, hogy már, mit tudom én, 300 voltos áramütésekkel lehetett büntetni az erre rászolgálókat. Ez természetesen nem volt igaz. Na most az a szomorú igazság, hogy az emberek, itt most egészséges, egyetemista korú fiatalokról van szó, az emberek többsége megadja ezeket az áramütéseket adott helyzetben. És van egy kisebbség, amelyik nem. Tehát, hogy azt mondja, hogy leszarom, tehát hogy rosszul felelt, 10-szer is rosszul felelt, a feladatom szerint növelnem kéne az áramütést, de én nem adok neki 300 voltos áramütést. Na most ez a kisebbség. Tehát a kérdés az az, hogy ők miért nem. És az ember csak találgathatja, hogy éles történelmi helyzetben hogyan viselkedne, vagy hogyha vele csinálnák meg ezt a pszichológiai kísérletet, akkor hát ő mit művelne. Ugye a kísérletekre épülő természettudománynak az az alapszabálya, hogy elmondom, hogy hogyan csináltam, tehát mondjuk a lombikból milyen folyadékot tettem, mivel melegítettem, hány percig melegítettem, utána milyen színű füst szállt fel. Ugyanez vonatkozik a kísérleti pszichológiára is, tehát most nem az, hogy anyámra gondolok, és akkor kéket látok, vagy lilát, hanem hogy hasonló helyzetben mik a reakciók, számok vannak, hány voltos áramdózist adnak. És ezeket a kísérleteket megismételték, és hasonló eredményre jutottak. Tehát, hogy 5 évvel később, 10 évvel később, eredetileg Amerikában csinálták, Európában se tért el nagyon. Vannak természetesen különbségek, és akkor azon is el lehet gondolkozni, hogy mitől. Most a dolognak a magyarázata az az evolúcióban keresendő, hogy ahogy ma mondják, be vagyunk drótozva, tehát hogy arra vagyunk bedrótozva, hogy csoportban létezünk, és a csoport mindennél fontosabb. Amikor a szavannán bolyongunk, és akkor más állatokkal szemben, aztán meg más csoportokkal szemben kell helytállni. És az a csoport élhet túl, amelyikben az összetartás ennyire erős. Tehát, hogyha vannak, akik vétenek a horda érdekei ellen, azokat meg kell büntetni. Hogyha a büntetés nem elég, akkor el kell őket pusztítani. Különben a másik csoport diadalmaskodik, és ők szaporodnak tovább. Ők csinálnak aztán később civilizációt. Na most ez a múlt, és ez itt bennünk van, tehát az agyunkban, ez a dolog ott van, akkor is, ha nem tudunk róla. És akkor később a civilizációnk során jöttek fejlemények, tehát jöttek a különféle vallások, és itt Európában nyilvánvalóan ami legfontosabb az a kereszténység, és elindultunk azon az úton, hogy lefaragunk ezekből az ősrégi meghatározottságokból. Azok a mozgalmak, amelyek közé a nyilasoké is tartozik, pedig ezt visszacsinálták. Bevallottan. Van valamely olyan antropológiai adottság, amire mindig rá lehet játszani. Csepeli Györgynek van azt hiszem egy ilyen mondata, hogy az idegen gyűlölet az egy antropológiai állandó. Az teljesen természetes. Tehát, hogy van a mi csoportunk, és van a másik csoport. Miért szeretném a másik csoportot? Hát eleszi előlem a banánt. És most jelent meg Csányi Vilmosnak egy könyveiszerzőpáros, egy kutatópszichológus, most a címét nem tudom megmondani, de éppen közös hiedelmekkel foglalkozik, közös hiedelmeinkkel foglalkozik. Amiben meg is szerepel, hogyha egy közösség tagja vagyok, akkor általában kritika nélkül elfogadom a fentebb való, vagy a közösség vezetőjének a világ értelmezését. Hát igen, de azért ez azon a szinten, ahova az emberiség eljutott, már még sincs így, mert például szégyelhetem is magam a csoportom által elkövetett cuccokért, mondjuk. Nekem nagy, nem vagyok egy fociflukker, többek közt azért, amit most föl fogok idézni. Tehát, hogy volt egyszer egy ilyen nagy nemzetközi meccs, nagyon kiélezett helyzetben, argentinok és angolok között, és a leghíresebb argentin focista a kezével öblözte be az angolok kapujába a labdát. Na most azt gondolom, ha argentin lennék, akkor leégett volna a bőr a képemről. Tehát, hogy az emberek egy része ilyenkor szégyeli magát. Ezt fölvetettem focitrukkereknek, és akkor azt mondta, hogy igen, ahogy így visszanézzük, tényleg nem fegyeli, hanem a kezével üti be, de milyen jól kell ahhoz focizni, hogy a kezével úgy beüsse a labdát a hálóba. Igen, nagyon érdekesen mondom, azt már 30-35 évvel ezelőtt volt ez, és az egyik ilyen nagyon meghatározó emlékem, hogy nem tudom, hogy... Aki ezt látta, nem felejti el. Igen, tehát nem értettem sose, hogy Maradónáért miért rajonganak annyira, amikor kézzel beüti a labdát. Tehát, még akkor is, hogy a kiváló focist. Jó. Esterházy Péter mondta azt, hogy a piaristákhoz járt, focizni nem nagyon lehetett, kosárlabdázni lehetett, de ő azt nem szerette, mert kézzel a labdához érni az micsoda erkölcstelen dolog. Jó, vicces. Tegyük vissza az zárójelbe. Itt a közös érelmekről, meg az antropológiai adottságról volt szó. Most, ugye itt van ez a főszereplő, a rendőr, akinél azt lehet látni, hogy különösebben nem gondolkodik ő sem, de van olyan szint, hogy most mi bekeveredett, vagy hogy van, mint hogyha úgy belesült volna, ugye egy keresztény emberről van szó, egy Jánosról, aki zsidókat is bújtak, elfogják a nyarasok, megverik, megkínozzák, ahogy az lenni szokott mindenkivel, akit bevitek oda az épületbe, és a végén úgy záródik a regényben, nem teljesen a végén, hogy még egy nyilas karszóval is kerül a karjára. És még eléggé az elején van egy szituáció, amikor a Robi, Robin áll előtte, aki éppen be akarja indítani az autót, és azon gondolkodik, hogy most elgázolja, vagy ne gázolja. Most értem, vagy lehet érteni, hogy ugye ott van a felesége, és ott van a szeretője is ennek a rendőrnek, tehát másra is kell gondolni, de utána, mint hogyha ezek a gondolatok, hogy most csinálhatnám ezt is, vagy csinálhatnám azt is, teljesen elmondanának, hogy nem nagyon van ilyen, nem nagyon vannak értései neki sem. A végén a Robinval vagy a Robitól úgy válnak el, mint hogyha barátok lennének. Hogy ez egy... Ugyanaz a folyamat, akkor a Renner is mindenféle reflexió nélkül belesodódik ebbe. Vagy akkor hogy állapítható meg, vagy hogy beszélhetünk arról, hogy az egyénnek mi a felelőssége. Hát egy olyan emberről van szó, aki a valóságban is, meg a regényben is nem volt nyilas. Addig a pillanatig, amíg érte nem jöttek le, nem tartóztatták a feleségével és a dolgozóival együtt. Sőt, a gyárában sok-sok embernek adott menedékhelyet. És ugye hát a hadiüzemmény nyilvánította, ez egy kis fémárugyár volt, hadiüzemmény nyilvánította, tehát a katonaság számára használható termékeket is gyártottak, és aki ott dolgozott, annak lett egy papírja, hogy ő egy hadiüzemben dolgozik, tehát ez egy védettséget adott a dolgozóknak, és miután egy jelentős részük abban az időszakban már, tehát hogy 44 második felében zsidó származású volt, vagy korábban volt valami kapcsolata a szociáldemokrata párthoz, azt is lehetővé tette, hogy ott aludjanak a gyár területén. Tehát, hogy ez tényleg a bújtatás volt, és etette őket, meg minden. És egyszerűen nem volt hajlandó tudomást venni arról, hogy hát azért óvatosabban is lehetne ezt az egészet csinálni. A szigorodó szabályok között egy idő után már ő is katonaszökevénynek számított, tehát hogy már be kellett volna vonulnia, védeni a pont. És nem tette, neki is volt valami hamisított papírja, hogy egészségügyileg alkalmatlan. Tehát, hogy ezt az embert, aki a lehető legkonkrétabban ellenálló volt, embermentő, viszik be, és nem érik be azzal, hogy kivégzik, hanem az tűnik nekik fontosnak, hogy megtörik, hogy átalakítják, a maguk oldalára állítják, hogy még őt is, még belőle is tudunk olyan embert csinálni, aki. És hát ez tulajdonképpen sikerül is. Na, most, nem akarom elmondani ennek az összes körülményét és titkát, valószínűleg nem is tudnám, mert olyan sok van. Tehát, hogy azt remélem, hogy az olvasó ezen elgondolkozik, vagy hogy ketten elolvassák, és akkor egyszer, ha beszélgetnek róla, akkor felvetődnek mindenféle aspektusok. Tehát, hogy ilyen nagyképű ábrányaim vannak, amikor ezzel foglalkozom. Csak egyetlen egy dolgot szeretnék mondani, hogy egyszer egy pap, egy szerzetes mondta, hogy Magyarországon, hogy nem vették figyelembe a bűn iszonyatos, irracionális erejét. Szóval, hogy a bűnnek, a gonoszságnak igenis iszonyatos, irracionális ereje van. És itt ezt lehet működésben látni. Tehát, hogy van valaki, aki a teljes tagadása annak, amit a nyilasok képviselnek. És hát akkor ezt megfogni. Belőle csinálni egy olyan embert, aki... Hát ez a kihívás. Az egyik legfélelmetesebb szereplője ennek a regénynek, a Kumpáter. Őről mit lehet tudni? Teljesen valóságos alak, amennyiben tényleg létezett. 33 éves ebben az időben, egy szerzetes volt, Ferences, azon belül konkrétan minorita. Tanult ember volt, jól tudott latinul, olaszul, képzett zenész volt, tehát hogy ebben a jelenetben is, amit felolvastam, látszik, hogy jól tudott megépülni, karizmatikus személyiség. Valamiért nem igazán találta a helyét a rendházban, és valami többre vágyott. És a maga elhatározásából elment, Kézdivásárhelyen volt az ottani Ferences rendházban. Ennek sok oka lehet, és én pontosan nem tudtam kinyomozni, tehát lehetséges, hogy ő mást várt Erdélyben, azt a bizonyos magasabb nemzeti szellemet, és azt lehet, hogy pont nem kapta meg, és azt lehet tudni, hogy a újraegyesítés után Erdélyt, Felvidéket előzönlő anyaországiakat, akiket úgy hívtak, hogy anyások. Tehát, hogy bennük az ottaniak sokszor valami nagyon kellemetlen elemet láttak. Tehát lehetséges, hogy idegenkedtek tőle a rendházban az ottani szerzetesek. Vagy egyszerűen túlságosan nyughatatlan volt. És eltávozást kért, és megindította azt a folyamatot, hogy hát kilép a rendből. Fölkereste Szálasit, és nagy fantáziát látott abban, hogy a nyilasok átveszik a hatalmat, és többek közt a katolikus egyház működését is át akarta alakítani. Tehát alapvető változásokra törekedett, például, hogy házasodhassanak a papok. Hát nyilvánvaló, hogy neki is nehezen kordában tartható vágyai voltak, szexuális vágyai, és így a saját példájából is okult. Másrészt, amiről az előbb beszéltem, hogy a nemzet fenntartása véget, hát utódokat kell létrehozni. Aktív résztvevője volt a 44. októberében a hatalomátvételnek, pontosabban az előkészítésének. És tehát az ő esetében is azt látjuk, hogy valaki, aki hát egy kultúremberként feltételezhető, egyszer csak kínzó lesz, és a kínzások irányítója. Na most őt összefüggésbe hozzák, hát tényleg a legdurvább, legvéresebb eljárásokkal, és irányítóként vett ezekben részt. Az én problémám íróként egy idő után az volt, hogy nem róla kell regényt írni, őt csak mint egy elmosódott foltot lehet megmutatni, mert hogy ő annyira erős jelenség, és nem is teljesen jellemző az egészre, hogy nem szabad, hogy elvigye a sót a kis emberektől, az átlag emberektől. Itt teszem hozzá, hogy alapvetően akikről beszélünk, azok teljesen normális emberek, most lélektanilag, és van köztük nagyon kevés, néhány, aki a határon mozog. Tehát, hogy akikre esetleg rá lehet mondani, hogy hát nem normális. Na most tulajdonképpen ő is ilyen, hogy lehetséges, hogy ő már a normalitásnak a szélén van. Tehát, hogy mondták róla nyilas társai is, hogy néha hát úgy gondolták, hogy ez mások. Mint ahogy a Milgram kísérletnél is, akiket felvettek, azok normális emberek voltak, tehát igen. Voltak előzetes vizsgálatok. Persze, tehát hogy mondjuk... Nem pszichopatákat vettek fel a kísérletet. Az egyébként elég nehezen szűrhető. Most a pszichopatákról sokat írnak, de ez, hogy azt nem biztos, hogy megtalálják. De mondjuk skizofrén. Tehát, hogy ne legyen köztük, akikről ezt így tudni lehet, vagy súlyosan depressziós, az, hát ez így mindegy, az nem mehetett be a kísérletbe. Tehát ezt nagyon erősen hangsúlyoznom kell, hogy akiknél ez a dolog egyáltalán szóba jön, azok olyan kevesen vannak, mint bármelyik emberi populációban. Tehát, hogy ha veszünk egy teljesen véletlenszerűen kiválasztott közeget, egy falut, egy várost, egy kerületet, mint tudom én, hogy ott is van annyi, de lehet, hogy még kevesebb. És mit lehet tudni ezekből a nagyon sok nyilas említett név szerint, hogy nevelet után mi lett ezekre, vagy helyben maradtak, nyilván egy részüket nem ítélték el, vagy nem találták vele, vagy elbújdosolt, egy részüket elítélték. Mit lehet átadni? Az egyik nagyon meglepő jellegzetesség az, hogy nagyon kevesen haltak meg a harcok során. Tehát, hogy nekik nem az volt az ambíciójuk, hogy az érük feláldozásával megvédik a hont. Tehát, hogy az így nem működött, arra másokat toltak maguk elé. Tehát ez teljesen más, mint például azon a környéken harcoltak ilyen egyetemi rohamzászlóaljosok óriási veszteségekkel. Tehát, hogy az egy teljesen más dolog azok a, mit tudom én, 14-16 éves fiúk, akik komolyan vették a háborút, szerencsétlenek. És tényleg az életüket áldozták, mint több száz évvel ezelőtt a honvédő ősök. Tehát a nyilasok nem ilyenek voltak. A legtöbbjük túlélte, sikerült elbújniuk, elmenekülniük, sikerült magukat mindenféle magyarázatokkal kimenteniük, de tehát a 12. kerületiekhez olyan sok részben dokumentálható véres esemény fűződött, hogy volt egy részük, akiket begyűjtöttek, és hát pereket folytattak ellenük, és néhányat töredékét a résztvevőknek börtönbüntetésre ítélték, vagy kivégezték. Itt jegyzem meg, hogy nagyon sok volt a fiatal, Tehát, hogy így nem túlzok, 12-től a 18 éves korig. És a fiatalok közül senki se került így bíróság elé vagy elítélésre. Mondjuk a legfiatalabb, akit így tudok, az 17 éves volt. De mondom tehát, hogy ott elég feltűnő volt a, mondjuk a 14 éveseknek a szorgos tevékenysége is. Most is kicsit félbevágom, mert elment az idő. És hát esetleg a végén valaki még, vagy valaki szeretne kérdezni. Először ezt kérdezném meg, hogy... Megértett, amit mondott, azt, hogy az egészségügyi dolgozók között a budapesti kórházak egy jelentős részében az nyilaskeresztes pár ilyen túl reprezentált volt. Ez annál is inkább érdekes, hiszen abban az időben Magyarországon az orvosok között majdnem kétharmados volt a zsidó származású orvosok aránya. Ezek szerint ők nem, ellenben az úgynevezett egészségügyi pozitkáverek jelentős része a nyilas pár tagja. A kiinduló pont az, hogy a amikor a modern orvostudomány kezd kialakulni Magyarországon és sok más hasonló országban is, akkor nagyon sok zsidó származású ember választja az orvosi pályát. Ez volt az egyik olyan pálya, ami nyitva volt előttük. Mert hogy egy csomó másik meg nem. Tehát, hogy nem lehettek például hivatalnokok, akkor még a... Nem elég állni a kérdésem, hanem arra, hogy ő miért pont a kórházakban például volt? Egyszer csak, mondjuk itt a nagy határpont, mint annyi minden másban az első világháború, tehát hogy az előtte levő években és aztán utána, egyszer csak fölmerült, hogy miért van tele ez a szakma zsidóval, és hogy ezt vissza kell venni. És szisztematikusan elkezdték kiszorítani a zsidókat az orvoslásból. Tehát, hogy megalakult például a Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete, a MONE, és olyan magas fokú lett a szerveződés rövid időn belül, hogy szinte minden keresztény magyar orvos ennek a tagja lett. Az volt a cél, hogy zsidó ne lehessen orvos. Tehát, hogy ez az időszak, amikor ugye van a numerus clausus is, tehát, hogy az első világháború után már verik a zsidó egyetemi hallgatókat a többiek. Tehát, hogy van egy átmeneti időszak, amikor még vannak zsidó orvosok, sőt, nagy karriereket is csinálhatnak, professzorok lehetnek. Hát éppen a legnagyobb előkelőségeket gyógyítják ezek a zsidó orvos professzorok. A cél viszont az, hogy le legyenek váltva, ki legyenek szorítva. És hát ez az időszak zajlik így. Egyre több lesz a keresztény, tehát, hogy nem zsidó származású orvos, és egy részük hát alkalmazkodásból vesz részt a MONE munkájában, egy részük pedig hát szisztematikus kenyérharc jelleggel, vagy gyűlöletből. Tehát, hogy ha az ember megnézi a konkrét történeteket, elég rettenetes, mert ugye óhatatlanul társítunk az orvoshoz humánumot. Ugye, tehát a gondjaira bíznánk magunkat. Hát bizony nagyon híres orvosprofesszorok voltak, akik kőkeményen antiszemiták voltak, és néha elmegyek az egyiknek az emléktáblája előtt, tehát hogy a mai napig is nagy megbecsülésnek örvend. Tehát, hogy annyira eklatáns itt némelyik kiugró példa, hogy név szerint tudnám őket felidézni. Nagyon furcsák voltak, tehát ez is egy regényt kívánna ezeknek a kórházaknak, meg szanatóriumoknak a belső élete. Tehát, hogy rengeteg átmenet volt az egyértelműen nácivá váló egészségügyi dolgozók, és hát kereszténynek nyilvánított, vagy árjának nyilvánított orvosok, akik vagy közömbösek, vagy segíteni akarnak az üldözötteken. Tehát, hogy a kettő között rengeteg átmenet volt. De hát mondom, hogy ebben nem csak az orvosok voltak benne, hanem a segédszemélyzet is így kőkeményen. Még valamit hadd említsek meg, hogy nagy társadalmi presztízse volt az orvosnak, és azok, akik hát így társadalmat akartak jobbítani, és korábban meggyötört kis emberek voltak, azok hát tulajdonképpen örömüket lelhették abba, hogy arról a magas pozícióból lerángathatnak egy. Tehát konkrétan a János Kórházban volt ilyen, hogy az egyik orvost, egy szülésznőgyógyászt, aki ott zsidóként, formailag, mint munkaszolgálatos dolgozott, azt így kihozták az osztályról, és a kertbe agyonlőtték. Tehát, hogy ebből már így elég volt. Említettem, hogy olvastam a lapokat, tehát, hogy az összetartásban, a Nyilasok heti lapjában folyamatos feljelentések vannak, hogy valaki, aki egy ilyen kórházi dolgozó, az megírja, hogy ó borzalom, még mindig vannak zsidó orvosok. 44-et írunk, és még mindig vannak zsidó orvosok itten különféle ürügyekkel. És, tehát, hogy ezeket kiszerkesztették az újságban, és levadázták őket. Még valamit hadd tegyek ehhez hozzá, hogy amit mondtam, hogy mindenki hazudott, tehát hogy persze, hát próbáltak életbe maradni, tehát hogy közben meg nagyon sokan, mint az említett Mándy Iván is, így vagy úgy a kórházban próbáltak elbújni. Szimulánsként, vagy hát magukat kereszténynek átszázva. A Nyilasok megpróbálták őket eleplezni. Persze, igen. Egyrészt nem hangzott el, de hát meg kell mondanom, hogy az elmúlt 10 év legtöbbenetesebb és legnagyobb könyvélményem volt ez a könyv. 2 éjszaka olvastam, és nem tudtam tőle aludni. Én mindenkinek jó szépen ajánlom, mert ő egy rendkívül szuggesztíven, nagy hatással, szabad azt mondani, jól operáló írás, könyv, izgalmas történet, döbbenetes, iszonyatos, rettenetes történet, de fantasztikusan orvoslányos. Úgyhogy engedje meg, hogy az elismerésének mindenképpen szemben mondjam. És még egy megjegyzés, illetve kérdés. Ön halványan, de utal arra a könyv vége felé, hogy ezeket a rettenetes, gyalázatos kínzásokat, megaláztatásokat végrehajtó emberek, egyszerű becsületes mesteremberek, közepes vállalkozók, közepes hivatalnokok, azonos területen, azonos szakmákban, azonos szociális vonalon élték az életüket, és utal arra, hogy hát ez a Maros utca környék, vagy egyáltalán Budapestnek azon környéke is, mintha virulensebb televénye lett volna ennek a kínzó műhelynek, vagy minek nevezzem. Valami ilyesmit utal rá. Nem mondja ki igazából, csak elgondolkoztam rajta. Bocsásson meg, ez a másik kérdésem is több nincs. Köszönöm szépen. Hát azzal szembesültem, ezt tényleg nem tudtam, hogy ott nagyon sokan voltak. És tehát, hogy én amikor kutattam, akkor adatokhoz jutottam, és akkor így megtudtam, hogy egy-egy házban hát kilapott, aki nyilassá lett, és némelyik házban nagyon sokan. És tehát, hogy egyszer így megfogalmazva, hogy megképződött benne egy szó, hogy nyilaskeltető. Tehát, hogy voltak ilyen nyilaskeltetők, és ezek a házak a mai napig megvannak, és akkor így megállok előtte, és nézem, hogy most akkor ez hogy is volt. És akkor ez természetesen nem kifejezetten misztikus dolog, hogy valamiért úgy keverték a maltert a kőművesek, hogy azért lett nyilaskeltető az a ház. De például beszervezték egymást. Igen, tehát, hogy hatottak egymásra. Van még valakinek kérdése, vagy hozzászólás? Akkor azzal fejezzük be Gáborig, hogy egy rövid részletnék belefér, talán. Most a busz miatt gondolkodom. Igen. Igen, akkor az új könyvből, ami meg ki fog derülni, hogy tulajdonképpen nem áll nagyon távol az Orgiától, tehát ez hamarosan megjelenik, és az lesz a címe, hogy Szomszéd. Tehát ez egy rövidebb részlet. 1978-ban készült az Öltönyöm, vagyis 40 éve. Budáról Pestre, a Városmajorból Újlipótvárosba jártam a Szabóhoz. Erősen kedvem ellenére, jobb szerettem volna farmert. De hát muszáj volt. Érettségi öltöny. Alakom nem változott a 4 évtized alatt, ennek köszönhető, hogy a zakó és a nadrág is jó még rám, viselhetem. Na meg a Szabó figyelmének, tudásának. Az egyetlen méretre készült nadrágom és zakóm. Se az előtt, se azután nem szabtak rám semmit. Azt hiszem, anyám valamelyik munkatársa ajánlotta a mestert. A lakás volt a szabászat, vagy a szabászat volt a lakás. Mértékvétel, próbálás közben beszélgettünk. Ő beszélt, én hallgattam, ez volt a beszélgetés. Ha muszáj volt, válaszoltam. Melyik oldalon viseli Zoltán úr a férfiasságát? Ez a probléma addigi életemben nem merült fel. Akkor és ott szembesültem vele. Melyik oldalon, Istenem? A férfiasságom. Ezt is tanulják a szabók, a mesterség része, hogy melyik oldalon, és hogy mit. Hangsúlyozni, vagy elrejteni? Csak most kérdezem ezt így utólag. Az egyik nadrágszárat a combleg felső részénél kicsit bővebbre szabja, a másiknál, de mennyivel? A mester a férfiasság volumenét is felméri, és az szerint. Miközben a Szabó mindezeket felmérte, a tudomásomra hozta, hogy volt egy lánya, akit elvittek. Elvitték a lányát. Annyi idős volt, mint én, a felnőttkor küszöbén. Azért hozta a tudomásomra ezt a Szabó, vagy már hosszú-hosszú ideje, 33-34 éve minden kuncsafjának elmondta. Elvitték. Nagyjából tisztában voltam a szó jelentésével. Elégszer hallottam. Volt rá példa, hogy valamely rokont ismerőst elvittek 44-ben vagy az 50-es években. Rokon ismerőség, ismerős rokonát, a hálózatban mindenfelől fájdalmas hiányok. Nem mondhatom, hogy örültem a közlésnek. Mondjuk nem is azért mondta, hogy örüljék. Most leginkább azt hiszem, elmondta mindenkinek. Leginkább azt hiszem, öltönyöket is csak azért készített, hogy legyenek emberek, akik a lakásában megállnak és meghallgatják. Volt egy lánya, elvitték. Viselik az öltönyöket és viszik magukkal a tudást, hogy volt egy kislány, akit elvittek. Ott a közelben a Duna, abba lett belelőve. Semennyit se távolodott a ház és a folyó, hiába teltek az évek, de persze én nem láttam, akkor nem láttam a partra felállított embereket, köztük a Szabó kislányát, persze, hogy nem. Nem láttam a sebből áramló, a folyó vizébe oldódó vért, és főleg nem tettem fel kérdéseket. Most pedig 40 év elmúltával a kérdéseimet nincs kinek feltennem. A kérdéseket, amik mostanra kezdenek összeállni. Csak álltam ott abban a térben, ahol az a lány élt, amíg el nem vitték. Kik vitték el? Nem kis valószínűséggel az ismerőseim, valamint mindazok ismerősei, akik az Orgiát olvasták. Másik alkalommal azt is elmondta, hogyan vált inasból segéddé, és azután mesterré. A végén volt egy fekete öltönyt fehér cérnával, ez volt a feladat. Megcsinálta úgy, hogy sehol a fehérség ki nem látszott. Olyan öltései voltak. Pontosak, feszesek, láthatatlanok. Fel kellett vágni a varrást, hogy megbizonyosodjanak róla, tényleg fehér cérnával készült. 40 év. Milyen sok ahhoz képest, amennyit a Szabó lánya élhetett. Mit csináltak vele? Akkor ott még nem tudtam. A Szabó lánya. Olyan korú fiúk, mint akkor én. Vagy fiatalabbak nálam. Akár 4 évvel. Ismerőseim, mondom, mert az utóbbi években velük foglalkozom, a nyilasokkal. Igaz, főleg budaiakkal, nem pestiekkel, de 44 karácsonyán a 12. kerületi nyilas pártszervezet átment Pestre úgynevezett vendégkerületként. És szervezettség elszántság tekintetében messze túltett az otthonos csoportokon, az 5. kerületén is. Rajaik sűrűn látogatták az újlipótvárosi házakat. Élelmiszerekre és vagyontárgyakra vadáztak meg emberekre, akiket először az Andrássy út 60-ba vittek, aztán a Donapartra. Kivégezni. Miután meggyötörték őket. Közben büntető és kínzó eszközként használták a férfiasságukat. A Szabó a rákövetkező években és évtizedekben csak vágott, meg öltögetett, és mondta mindenkinek, hogy volt egy lánya. Vajon meddig, hány embernek mondta, hányan emlékezhetünk rá? Nem tudom. Ez mikor fog megjelenni ez az egész? Most a könyvfesztiválra, szóval, hogy április, 2 hét. Április. És akár ezt a témát is, mármint az Orgia című regényt is folytathatjuk legközelebb is, mert április 1-én Radnóti Sándor lesz a vendég, aki irodalmár, esztéta, és biztos vagyok benne, hogy olvasta a regényt. Más témákkal együtt, ami általában az irodalomról, meg általában a művészetről szól, fogunk majd beszélgetni, de akár ez is folytatható, vagy szóba hozható. És akkor áprilisban lehet keresni ezt a következő Zoltán Gábor regényt. Gábornak pedig nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen.